Most viszont a zsűri elnöke következik, Zsakó László tanár úr, aki online fog bejelentkezni, és egy kis látképet fog nekünk adni, egy picit messzebbről rátekintve a Neumann Társaság versenymozgalmáról. Laci, hallasz minket? Hát köszöntök mindenkit itt távolról. A cím lehetne hosszabb is, a Neumann Társaság országos nemzetközi informatikai versenyeiről szólna. Csak túl hosszú lenne, ezért rövidre vettem. Ami most következik, az szerintem életem legunalmasabb díja sorozata. Látszik az első dián. Dátumok egy pár szó mögötte. Én meg, mondjuk Vitrai Tamás után szabadon, csak ülök és mesélek. Mesélek a versenyekről. Hát a 83-as év az országos idézőjelben, de SMS-em kiállításnak a versenye, már voltak iskola számítógépek, de nem igazán használták még őket, mert ugye őszavasztották, meg tavasz szavasztották, meg még később is. Igazából az első országos verseny az Nemes Tihamér verseny volt. Érdekesség, ez a verseny a világon a második országos programozási verseny volt. Az első pár évvel korábban Bulgáriában volt, és volt még előtte egy bajor verseny, de ugye Bajorország csak tartalmány a Németországnak, tehát az nem országos azért. Másodikak voltunk. A verseny érdekessége az, hogy bár a Neumann Társaság rendezte, Kovács Győző, meg a Neumann Társaság akkori vezetése elment az aktuális minisztériumba, hogy legyen ez a verseny országos OKTV verseny, minden OKTV joggal együtt. És a Győző jó rábeszélő képességű volt, mert elfogadták. Különlegesség olyan tantárgy OKTV-je, ami tantárgy nem volt. Ilyen a világon nem volt szerintem még. Minden OKTV-t akkor a hivatal rendezett, kivéve ezt. Ezt a Neumann Társaság rendezte, hivatalnak semmi köze nem volt hozzá, az eredményt várták tőlünk, és kész. És minden joggal rendelkezett, amikor éppen az első tizet felvették egyetemre, akkor itt is felvették. A pluszpont járt, innen is járt a pluszpont. Tehát teljes jogú OKTV volt, nem esti, amilyennek hívták mégis, Neumann Társaság rendezte, a tantárgy se volt, különlegesség a versenyek sorában. Hallottunk számokat ma iskola számítógépekről, azért 85 környék az jellemző, hogy iskolánként átlagosan volt 3-4, mondjuk HP-1080Z számítógép, meg néhány ABC-80 más iskolákban, de 10 nem volt, vagy ritkán lehetett 10. Ha akart versenyezni 10 gyerek egy iskolából, akkor baj lett volna a számítógépekkel. Ezért találtuk ki azt, hogy az első forduló, az kétfordulós verseny volt induláskor, az első forduló legyen papíros forduló, ami méri a számítógépes gondolkodást. Akkor még másképp hívták, de nem baj, ma így hívjuk. Algoritmusok, automaták, formális nyelvek, megértése, felismerése, kérdésekre válaszolás ezzel kapcsolatban. És a második forduló lett gépes. Az országos forduló nehéz ügy volt, össze kellett szedni egy helyre, ez a FP-nek a nagy tanterme volt, 40-50 számítógépet, ennyi sehol se volt egy helyen, tehát az nem ment elég könnyen. Összeszedtük, ott a gépeken dolgoztak, kiértékeltük, eredmény megvolt. Egy problémám van ezzel a versennyel, az összes versenynek az eredményét tudom, ennek az első versenynek a végeredménye eltűnt valahol a nagyvilágban. Aki tudna segíteni az eredményben, azt megköszönném. A feladat sorra az megvan, az megmaradt. Eredmény lista valahogyan eltűnt, nem találtam sehol sem. Két évvel később kitalálták a bulgárok, hogy kéne egy nagy verseny, nemzetközi versenyként. Hát elsősorban persze a kelet-közép-európai országoknak, plusz Nyugat-Németországot volt még az első versenyen is. Mi nem volt diákolimpia, de már ott voltunk Pravecben. Pravec egy érdekes hely, akkori
bolgár pártel ennek a szülőfaluja. Rettentően felfejlesztették, utat építettek, gyárakat telepítettek oda, ott volt elég számítógép. A dolog működött és szép volt, 8 vagy 9 országgal emlékeim szerint, tehát nem a mai 90-nel. 89-re már megint Bulgária. Kitalálta azt, hogy diákolimpiát kéne rendezni informatikából. Ők még szereztek UNESCO-tól pénzt is rá, azóta sem senki egyébként, tehát ők utolsók és elsők voltak ebben. Legyen diákolimpia a világon negyedikként. A matematika az van a 1820-as évei óta emlékeim szerint, a fizika az a 60-as évektől, kémia 70-es évektől, aztán jöttünk mi 89-ben. Azóta lett még biológiai olimpia, földrajzi olimpia, ami totál más, mint ami földrajztantárgyunk egyébként, semmi köze hozzá. Lett aztán még csillagászati olimpia, nyelvészeti, ami egyébként matematikai nyelvészet, nem nyelvtan kell tudni hozzá ilyen szempontból. És filozófiai, nem tudom, mit csinálni benne, majd beszélni kell, és egymással beszélgetni kell angolul nyilván. A nemes tiramért, mert a létszámunk nőtt, bővítettük két korcsoportra, két középiskolás korcsoportra. Egyenre ennyire, és nem többre. 93-as diákolimpián Argentínában összeültünk beszélgetni a román csapattal, csapatvezetőkkel. Miért mondta velük, annak egyszerű oka volt, Hanák Péternek, meg nekem is személyes barátom volt, Jonászko Klára, a román csapat helyettes. Tehát az, hogy leültünk beszélgetni, az olyan természetes így volt. És kitaláltuk azt, hogy kellene rendezni közép-európai diákolimpiát. Közép-Európa az tart ott akkor szerintünk Romániától Németországig, Horvátországtól Lengyelországig. Tehát kb. Ez az a régió. De regionális olimpiaként már megint másodikak lettünk, nem elsők. Kijelölzött meg hát a bulgárok. Ezelőtt 3 évvel Balkán olimpiát rendeztek, és azóta is tartják, a Balkán országok részvételével. Románia az átfedő a két olimpiában. Aztán azóta lett már balti olimpia, latin-amerikai olimpia, arab olimpia, csendes óceáni és ázsiai olimpia, tehát bővült a regionális versenyek köre. Arra találtuk ki, hogy utánpótlása legyen a nagy diák olimpiának. Az elsőt Románia rendezte, a másodikat már mi. Sok induló miatt a nemes tiramért 3 fordulóssá tettük. 3 fordulós iskolai, megyei és országos fordulóval. Meg kell találni hozzá megyénként azt az iskolát, aki hajlandó megrendezni a második fordulót. Egy szombatot rááldoz. Adja ingyen a tantermét, a portást, a fűtést, mert télen van a második forduló. És fogadja sok-sok gyereket. De ez megért a sok iskolának, ma is sokan csinálják ezt a második fordulót ilyen szempontból. 94-ben jelentek meg a határon túli résztvevők, először az erdélyiek. 97-ben már vajdasági, felvidéki, kárpátaljai, bár többiek eltűntek a elmúlt sok-sok évben már. A másik oldalon meg nincs igazából magyar iskola, ahonnan jöhetnének gyerekek. Bár talán Lendván van magyar gimnázium, de ezt nem tudom. De onnan nem jönnek a nemes versenyünkre. Ott van 4 dátum a logó versennyel. Egy szinte évente korcsoporttal bővült. Ma ott tartunk, hogy 3-4, 5-6, 7-8, 9-12. A dolog érdekessége az, hogy volt olyan diákolimpikon versenyzőnk, bronzérmest a diákolimpián, aki még logóversenyen elindult 12. iskolába. Miért kérdés? Azt válaszolta, mert tetszik neki a grafikus programozás. Ez a verseny grafikus programozásról szólt, akkor még logóról. Ma már logó, Scratch, Python, Snap, a több nyelv választható, nem a nyelv a fontos benne, hanem a grafikus programozás. Sajnos az IVS ezt tönkretette nagyjából,
benyomultak a tanterv készítésbe, és kiúszták minden a grafikus programozást. A mai napban ilyen sehol nincsen. Elég szomorú, és ennek ellenére vannak versenyzőink sokan, mindegyik nyelven. Kivétel nélkül, mert a tanárok látják azt, hogy a grafika az látványos, szép, motivál. Érdemes rajta részt venni. 2004-ben Akai Majman elnökség azt gondolta, hogy olyan OKTV jogunk van, de jobb lenne OKTV-nek lenni igazából. Nagyobb rangja lenne a versenynek. Tárgyaltunk az oktatási hivatallal, és OKTV lett az informatikából, de mindjárt alkalmazás és programozás kategóriával is. Alkalmazás az grafika, szövegszerkesztés, prezentáció, táblázatkezelés, adatbáziskezelés témaköröket tartalmazza. És hát két évvel később a Nemesti Emér is belindult ezen az úton, nem csak az OKTV, ott is lett alkalmazói kategória. Berobbant 11-ben a magyar világba a hód. A tömegversenye az informatikának. Mint a matematikának a kenguru versenye, és az a tömegverseny, sokan vesznek részt rajta, ez egy jó buli, érdekes, látványos, sokakat megmozgat, idén 40 ezer fölötti résztvevővel, tehát megdöbbentő létszámmal, bár a teljes osztályok neveznek, és nem egyesével gyerekek. Sajnos a matematika kengurujával szemben elérték azt, hogy a kengururól mennek a gyerekek a Arany Dánielre, meg a többi versenyre, ez a hódnál nem jött be. A hód eredményes versenyzők a hódnál eltűnnek. Nem jelent meg sehol sem, vagy lényegben sehol sem jelennek meg. Programozás javítása az mindig nehéz ügy volt, ezért 12-től akkori CEO-in, meg az NSZ-en is átváltottunk az automatikus értékelésre. Nem kell hozzá ember, fájlban dolgoznak a programok, a fájltartalmmal, értékelhető programmal, automatizálható. Sőt, ma ott tartunk, hogy a versenyt élőben közvetítjük. Lehet látni azt, hogy ki éppen hány pontnál tart, melyik példára van pontja, melyikre nincsen. És ami látszik végeredmény, az a végeredmény valóban. Tehát látványossá tettük a versenyt. 15-ben minisztériumi kérésre megengedtük azt, hogy a várható versenyeinken megjelenjenek határon túli magyarok. Akkor elsősorban erdélyiek jöttek sokan. Furcsa dolog, mert a OKTV-n nem engedik meg. Kérdésem erre, hogy ott nem lehetne, azt mondták, hogy nem. Kategorikusan nemet mondtak, aki kérte, hogy a várható versenyen meg legyenek. De mi rugalmasak vagyunk, miért ne lehetnének, üljenek a válogató versenyre is. Azért Darbi még nem került ebbe a csapatba, de előbb-utóbb majd igen. Úrva végére, 21-től a Lány Olimpián már volt határon túli magyar résztvevő is. Van pár feltétele, magyar állampolgárság, nyilván van mindenkinek, magyar útlevele, ha nincs is, gyorsan beszerezhető, és hát be kell vállalnia azt, hogy ugyanabban az évben nem indul két ország válogató versenyén. Tehát a román meg magyar egyszerűen nem indulhat, döntse, melyiken szeretne indulni, és azon induljon. Eldöntik, és a dolog működik. Na, vissza az elejére, 16-ban a Nemes levittük az átnéskodás korosztályba. Persze a nehezebb részt kiadtuk belőle, adatbázis kezelés például nincsen, sokkal egyszerűbb Excel van, és a versenyzők meg jöttek is, és nézték, és versenyeztek, sikeres verseny lett. 16-ban egy online versenyt nyitottunk a horvát versenyek mintájára, most szintén van egy online programozási verseny, azzal a céllal, hogy akinek a Nemesti Amir még nehéz, már a középiskolás Nemesti Amir még nehéz, legyen sikerélménye. Annál kicsit könnyebb példákkal, egyszerűbbekkel, nem igazán tömegverseny még. Remélem az lesz. 17-ben, már majdnem napjánál tartunk, jöttek a juniorok,
nagyjából 15 éves korhatára a versenyre. Vagy nem kitalálta ki? Hát a bulgárok természetesen. Minden ilyen versenyt ők találnak ki, majdnem minden ilyet ők találnak ki. A Balkán olimpián már évek óta volt junior korosztály, és megszervezték az Európai Junior versenyt is. Nagyjából 8-os gyerekek lehetnek benne a magyar iskolai rendszerben, meg hát a fiatal 9-esek, akik még nem léptek a 15 éves kort, december 31-én. Megjelentek tehetségek benne, akik azóta, már egy pár év eltelt a versenyben, jöttek fölfele, mentek CEO-ira, IO-ira, érmeket szereztek. Jó előkészítés. Az utolsó ilyen versenyünk, ez a lányok olimpiája. Matematikából csináltak már ilyet korábban, talán előttünk 6-7 évvel a matek olimpiát. Mind a két tájban az a probléma az olimpiákon, hogy alig van lány. Ezen páran próbáltak segíteni. Például a holland olimpián azt találták ki, hogy a csapat akkor általában 4 fős, de lehet 5 fős, ha két különböző neműek a versenyzők. Magyarul egy lány és 4 fiú volt ilyenkor a beosztás. Ez egyszer kipróbálták, azon nagyon nem vált be. Ez még a lányoknál nálunk kevés éve van, matematikában már több éve, és azt tapasztalják, hogy a lányok kedve megnőtt a matematika versenyzés iránt. Szignifikánsan nőtt az OKTV-n eredményes lányok száma, meg a diákolény perítő lányok száma is a különböző országokból. Ezt várjuk mi is. És elérnék oda, hogy a lányok arány eléri mondjuk a 30%-ot. Akkor ezt megszüntetnénk szerintem. Akkor már nem is semmilyen szerepe. Motiváljon, kedvet teremtsen a versenyzéshez, legyen értelme, és hát van értelme. A magyar tapasztalat a mi versenyünkről, tehát a lányversenyről, tavalyi diákolimpián egy lányversenyzőnk bronzérmes lett, egy másik meg a várható versenynek a legvégén szerepelt. Az idei hazai verseny első fordulójában 6 maximális pontszámú diák van, 6 között ez a 2 lány. A 2 lány, 4 fiú maximális pontszámmal. Bejön a motiválás, még nem tömeg, de már példa. Példa másoknak, hogy igen, érdemes. Gyerünk, csináljuk, nekünk is van szerep, nem csak a fiúknak. Nem egy fiús szakma a programozás. Kis kitérő egyébként, amikor az ELTE-re jártam, még programozó matematikusnak, már jó régen volt, az évfolyam fele lányokból állt. Ma nem, ma messze nem. Valahogyan a lányok lemorzsolódtak az informatikáról, szeretnénk visszahozni. Van még két diagramon, a versenyzők létszámáról a időfüggvényében. Iskolás száma meg a résztvevők számáról. Ami látszik, a 90-es évek közepén, végén, még 2003-ig 5-6 ezer diák vett részt a versenyen. És iskolás száma az 400-350. És itt még középiskolák voltak nagyjából, ámeskolák nem voltak. És a 400 középiskola, az majdnem a fele az összközépiskolának Magyarországon. Fele volt akkor pontosabban. Mára meg 200 valahány iskola, 3000 visszaközelítő létszám. Sokkal kevesebb, mint a csúcsidőben. Az indokat elmondta Péter Miklós, tanárok, diákok, motiváltság, idő. Egyik látszik egy diagramon, hogy mikor történt valami negatív dolog az iskolákban a tanárokkal. Akkor megy lefele a diagram. Ha meg pozitív, akkor meg fölfele megy. Pedig ennek a fölfele menésnek, a sok versenyzőnek van egy értelme.
tehetséget fel tud fedezni ott is, ahol másképp nem tudna. 93-ban volt talán, de ez már nem 100%, most emlékezetből mondom. Első fordulóban, az első két helyen két diák volt Kiskunhalasról. Nem a gimnáziumból, a szakközépiskolából. Laci, teljes még két csodát. Perc. Még két tudom, perc. Teljes így csodás, ilyen nincs. Ezek csaltak. Biztos egymásra megbeszélték, tanára megbeszélték, javítókulcsot megnézték. Ilyen nincs egy szakközépiskolából, egy mezőgazdasági szakközépiskolából. Első két helyen ők vannak, Fazekas messze mögötte. De hát végignéztük, nem volt benne hiba, lát, semmi, nem vettük semmit, ami gyanús lett volna. Jöttek az országos döntőre, mindenki őket figyelte. Mit csinálnak, hogy csinálnak. Országos döntőben végül az egyik második lett, a másik ötödik. Valóban tehetségesek voltak. Azért fedezték fel őket, mert volt ilyen iskolában is verseny. Ma már nincs. Ma már ilyen iskolában a gyerekek informatikai szempontjából elkallódnak. Eltűnnek. Pedig ott voltak, és jók voltak. Érdemes volt akkor nagy létszámmal versenyeztetni. Ma is érdemes lenne. Itt az alkalmazás, azt hitték, hogy alkalmazásból nagyobb létszám lesz, hát nem. Ott is a csúcs valamikor 2006-2008 környékén volt, aztán szépen ment lefelé. És záró dián a Neumann Társaságnak az informatikai versenyei. Melyikre épül? A Holdról nem beszéltem, mert az majd egyszer beszélje róla Pluhán Zsuzsa, a Holdnak az anyja. A Neumann versenyről Péter Miklós beszélt, így arról sem beszéltem. A többiekről viszont igen, egymásra épülnek, rendszert alkotnak. Egyiből a másikba érdemes átlépni. És azt látjuk, hogy legalábbis a Holdból átlépés kivételével a többi az működik. Itt az előbb láttam Péter Miklós diáin, most a mondatom lesz, Miklós diáin Weiss Gellértet a valamelyik Neumann programtermék versenyen. Diákolimpiai ezüstérmes egyébként. Tehát indult Nemesen, OKTV-n, Diákolimpián, CEO-in, IO-in is indult. És mellesleg nyert a Neumann programtermék versenyen is. A versenyek egymásra épülnek, jó ezt kihasználni. Köszönöm a figyelmet! Laci, nagyon szépen köszönjük. Nagyon örülök, hogy még ha online is, de köztünk voltál. Egyébként a határon túli magyar lány diákolimpikonok közül az egyik, a Éles Júli most itt van közöttünk. És még szintén a határon túli témához egy tanár úr jelezte, hogy hozzá kíván szólni. És mivel előre jelezte, ezért erre 3 percet tudnék adni. Nem tudom, hogy itt van-e még a tanár úr, aki ezt jelezte. Igen, parancsolja. Elsősorban köszönöm szépen a lehetőséget és a Hépes Gábornak, hogy lehetőséget adott erre, hogy elmondjak egy pár dolgot. Azért nem készültem végeredményen diával, mert az utolsó pillanatban jelentkeztem. A 3 perccel nem akarok visszaélni, de az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság alapító elnökeként állok önök előtt. A társaság 1990-ben jött létre, és a diákversenyek többek között az országos szakmai napok és a továbbképzések voltak a céljai az Erdély Magyar Műszaki Tudományos Társaságnak, és az első nemzetközi kapcsolatfelvételre már a társaságunk megalakulása után 1990. március 22-én történt a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság közgyűlésén, és ezen a közgyűlésen én vezettem az EMT vezetőségét, Balázs Márton alelnökkel és Székely Tibor a számítástechnikai szakosztálynak az elnöke volt jelen,
és az NIST akkori elnökségének megbeszélése kapcsán felmerült, hogy a célkitűzéseinknek alapján részt szeretnénk venni a diákoknak a tanulmányi versenyében, nevezetesen a Nemes Tihamér informatikai verseny kapcsán. Ezzel valójában az történt, hogy Havas Miklós úr, az akkori Neumann János Számítógéptudományi Társaság elnöke, és a Hanák Péterrel felvett kapcsolatotján sikerült ezt nyílbeütni, és 1992-ben először csak megfigyelőként voltunk jelen, de később teljes mellszélességgel bekapcsolódtunk ebben a versenyben. Az egyik alapvető segítségünk Tóth Istvánné Márka volt, aki végig a diákjainkat segítette a budapesti résztvevőkben. Jelenleg is zajlik a Nemes Tihamér verseny, az első két forduló Erdélyben már lezajlott, és a verseny ott is három fordulós, valójában a legtöbb 50-60 tanuló a második fordulóban a döntőben utána részt vesz, és 13-15 tanuló vesz részt majd Budapesten a döntő versenyen. A Covid után már viszont már nem tudnak részt venni, nem vesznek részt a budapesti döntőn, hanem nagyobb részt a más központokban, Debrecenben, Marosvásárhelyen, és az utóbbi időben pedig a Marosvásárhelyi Erdély Magyar Tudományi Egyetem Szapiencia keretében történik a döntőnek a megszervezése. Nagyon röviden, hogy érzékeltessem, hogy mennyi hallgató, diák, középiskolás diák vesz részt ezen a versenyen, nem akarom önöket fenntartani. Az elmúlt 30 évben összesítettem a résztvevőknek a számát. Az első fordulóra 24.402 diák jelentkezett, 697 iskola hallgatójaként. A második fordulóra 1534 diák jutott be, 369 iskola hallgatójaként, és a budapesti döntőkre éves bontásban átlagban 12 diák jutott. A döntőkön az elmúlt 30 évben összesen 453 diák vett részt Erdélyből. A versenyek eredményeiről, pedig nyertesek nevéről beszámolunk a EMT-nek a FIRKA, Fizika Informatika Kémia című lapjaiban, ami gyakorlatilag 1991-ben jelent meg, és egy olyan páratlan kezdeményezés a romániai magyar nyelvű sajtótermékek palettáján, ami tanévenként 4 számban jelenik meg most is. És ez végeredményben ezeknek az eredményeit, a Nemes Tihamér versenyek eredményeit ezeken a számokban és a példákat nyomon követheti mindaz, aki ebben érdekelt, azon kívül pedig az interneten a FIRKA számai megtalálhatók. Ennyit szerettem volna csak röviden elmondani, és köszönöm szépen, hogy ezt elmondhattam. Köszönöm.